Három mérkőzés, három győzelem. Ez a Sunshine Nyíkse 2018-as mérlege. A nyíregyházi csapat 88-72-re nyert a MEAFC 2 otthonában, majd a békési SSK-t verték 117-61-re Szavicsék. Legutóbb a Vásárhelyi Kossásuli második csapatának vendégeként győzött 74-51-re Kovács Tibor együttese. A Sunshine Nyíkse így a Cegléd, a Deac és a Szolnok mögött 11 győzelemmel és 2 vereséggel a negyedik helyen áll az NB2 keleti csoportjában. A tavalyi bronzérem után, amikor talán a realitást is felülmúlva szerepeltünk, új csapatunk alakult, és kimondhatom, hogy erősödtünk összességében. Bátrabb terveket fogalmaztunk meg, de a realitás azt mutatja, hogy jelenlegi pozíciónk, hogy az első négybe kerüljünk, az a realitás, és a rájátszásban bármi történhet. A 13 bajnoki mérkőzésből a 2 hazai mérkőzésünk az fájó. El kell ismerni, hogy adott szituációban jobb csapattól, jobb teljesítményújtó csapattól szenvedtünk vereséget, de minimális volt, a butaságunkon múlott mind a 2 mérkőzés. Egyrészt hosszabbításban kaptunk ki a Szolnoktól egy nyert mérkőzést, 3 pontos előnyről buktunk el. A Debrecen pedig az egy NB1-B és NB1-es játékosokkal megtűzdelt ellenfél volt. Mivel ősszel a nyíregyháziak sok hazai meccset játszottak, a következő hetekben idegenbeli mérkőzések következnek. Ennek ellenére a csapat szeretné megtartani jelenlegi pozícióját a tabellán. Vannak olyan csapatok, ahol a elvárható, sőt elvárt a győzelem idegenbeli mérkőzéseken is, illetve van 2-3 olyan mérkőzésünk, akár Mezőberényt említve, akár Gyulát említve, akár a debreceni mérkőzés is említve, az egyik debreceni mérkőzés, ahol kiki mérkőzés lehet, de ott is azért a realitás az, hogy szeretnénk nyerni. Viszont azok a mérkőzések, ahol hazai pályán az előttünk lévő csapatok, a Cegléd, a Szolnok és az erősebbik Debrecen, oda utazunk, és ott azért nagyon-nagyon nehéz nyerni, de nem adjuk fel. Úgyhogy legalább ilyen mutatót szeretnénk elérni, mint az első fél évben, a 11 győzelem és a 2 vereség, és az már azért szép helyezésre jogosíthat fel bennünket. A Sunshine Nyíkse szombaton Csongrádon lépett volna pályára, de a vendéglátók teremgondjai miatt később időpontban játsszák le a meccset. Így legközelebb február 16-án Mezőberényben lép pályára Kovács Tibor együttese.